Pest vármegyei kézilabdázás csúcs eseménye a Final 24. Az első, illetve a másodosztály döntőit a több mint egy évtizedes hagyománynak megfelelően ezúttal is egy helyszínen, a nemrég teljesen felújított Ceglédi Gáj József sportcsarnokban rendezték május 25-én. Tényleg olyan ez a rendezvény nekünk, mint egy pendrive, hogy kihúzzuk, bedugjuk egy számítógépe bárhol, és tulajdonképpen egy franchise rendszerbe csináljuk már a Final 24-eket, és nagyon jók a kollégák, akik ezt szervezik a Pest megyei kézilabda szövetségnél. Természetesen, hogyha jó hangulatú és nívós, szakmailag is értékelhető mérkőzéseink vannak a döntőkön, a közönség is jobban érzi magát, úgyhogy abban bízunk, hogy idén is Cegléden hasonlóak lesznek, mint az elmúlt években a döntők. Nagyon izgalmas mérkőzések voltak, nagyon jó hangulat volt, bízunk benne, hogy idén is ez vár majd ránk. Final 24 csak úgy, mint az elmúlt években, ezúttal is a női másodosztály döntőjével indult, ahol az aranyszarvas Ese a csömöri lányokkal találkozott. Bár a 17. percben 11-3-ra vezetett a Tápió-Szentmártoni csapat, a sárgamezes Csömör KSK a második fél időben 21-20-nál fordítani tudott. Ez azonban rengeteg energiáját felemésztette a csömörieknek, így pedig a hosszabb kispaddal rendelkező aranyszarvas visszavette az előnyt, és 30-27-re megnyerte a döntőt, vele együtt pedig a másodosztályt. Voltunk elkészülve, hogy ez nem lesz egy egyszerű meccs, eleve az a millió, ami körbevett itt minket, azért szerintem mindenkinek újdonság volt, és meg is beszéltük, hogy jönni fog valószínűleg egy mély pont, amiből nekünk kell kikerülni győztesen, és hát sajnálom, de nem hittem volna, hogy a végén három góllal fogunk nyerni. Az elődöntőben is azért voltak olyan részek, ugye a 6-7 gólos vezetés, aztán feljött az ellenfél. Igen, ez is volt a gondunk, hogy ezt próbáltuk kiküszöbölni az edzéseken, hogy még az utolsó pillanatban is gondolkodnunk kell. Elfáradtunk, én azt mondom, de nagyon büszke vagyok a lányokra, a csapatra, hogy ezt a szezont így lehozták. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy így sikerült helytállnunk, mert az előző meccseket sokkal több góllal kaptunk ki, amiket én sajnos nem tudtam részt venni, de és nem is tudtam egyébként, hogy mire számítsak, de én nagyon büszke vagyok magunkra. A Pest vármegyei kézilabda szövetség ezúttal is több kísérő programmal készült a 12. Final 24 alkalmából. A ceglédi sportcsarnokban egyebek mellett vért adhattak a szurkolók, akik az évek óta nagy népszerűségnek örvendő zsákba macskákat is szép számmal vásárolták. A vármegyei másodosztályú férfi bajnokság döntője következett a programban, a Veresegyház VSK második csapatának ellenfele a Mogyoród KSK volt. Bár a zöldben kézilabdázó Mogyoród egy pillanatra sem adta fel a küzdelmet, de nem tudott számottevő ellenállást kifejteni, ahogy nyílt az olló, úgy lett egyre nyilvánvalóbb a két együttes közötti erőkülönbség. A fél időben 8 gól, a végén pedig 18 találat választotta el a feleket, a Veresegyház így 43-25-ös sikerével feljutott a vármegyei első osztályba. A kulcs szerintem a kapus, illetve a védekezésünk, amit feltettünk az első fél időben, illetve a másodikba, annyira stabilan, annyira összeszedett volt, hogy el tudtuk leállítani a Mogyoród játékosait. Már féltek oda menni a falhoz. Elnézést kérek a saját szurkolóinktól, ez egy kicsit csúnya lett. Nem ez a realitás, én úgy gondolom. Viszont ezt a milliót, ezt a felhajtást, a sportcsarnokot, a nézőket, a hangulatot, ezt szokni kell. Ezt úgy nem lehet, hogy egyszer csak jövök, itt vagyok 20 évesen, 21 évesen, és ide érkeztem. Ezt meg kell szokni. Megpróbáltuk, hogy előbb érkeztünk, megpróbáltuk, hogy egy kicsit hangolódjunk rá. Úgy éreztem, hogy ezt talán meg vagyunk fejben, de mégsem. Tehát azt éreztem, hogy a fej, a gondolkozás, tehát a labda is előrébb volt, mint mi. Sem a cselekben, sem tudtuk, mire kell számolni, tudtuk, hogy mit játszunk, de hát így is, hogy amikor minden mindegy volt, akkor sem ment az, ami lehetett volna. A szezonzáró kézilabdás rendezvény egyik legnépszerűbb betétprogramja a Betalálsz játék, ahol a legbátrabb szurkolók élesben is kipróbálhatják ennek a csodálatos játéknak a leglátványosabb elemét, a gólszerzést.
A másodosztály után a szokásoknak megfelelően az első vonal döntői következtek, a hölgyeknél a VS Dunakeszi második csapata a Gyállal találkozott. Mindkét együttesben szerepeltek korábbi rutinos NB-s játékosok, így biztosak lehetünk benne, hogy kemény küzdelmet láthatunk majd, és nem lesz előre lefutott a mérkőzés. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a legnagyobb különbség 5 gól volt a zöldmezes Dunakeszi javára, de innen még fel tudott állni a Gyál, és fél perccel a találkozó vége előtt már csak egy volt köztük. A végén azonban egy 7 méteresre bebiztosította a győzelmét a Dunakeszi, így pedig a tavalyi idényhez hasonlóan idén is 100%-os teljesítménnyel söpörték be a bajnoki címet. Jó állománnyal könnyű, de sokat dolgozunk rajta, hogy ez működjön. Igazán most talán kondiban nem azt hoztuk, amit tudunk, mert a lerohanásaink nem működtek ma, de úgy gondolom, hogy relatív jól játszottunk. Úgyhogy elvesztettük az átlövőnket, az Ancsát, a Birkás Ancsát, ez egy nagyon meghatározó dolog volt. Tehát az igazság az, hogy a Mazsinak köszönhetően a jó védést és szép zicsereket, amit fogott, tehát ezt hozta a meccset. Ez egy kiki meccs volt végeredményben. Jó csapat a Gyál. Mi hoztuk jobban ki a végét, hála Istennek. Én az utolsó percig bíztam magunkban. Össze kell még szoknunk. Tehát nekünk ez most az első évünk volt így együtt. Ezzel is elégedettek vagyunk ma. Minden Final 24 esetében a nap fénypontja a vármegyei első osztályú férfi döntő. Természetesen nem volt ez másként most sem. A Szigetszent Miklós második csapata a Pilisvörösvárral csapott össze a Gály József sportcsarnokban. Ebben a pillanatban el is indul, Zsolnai Zsolt teszi ki Fetternek a labdát a jobb szélre. A rendes játékidőben szinte végig a pirosban kézilabdázó vörösváriak álltak közelebb a győzelemhez. 8 másodperce van a Szigetszent Miklósi csapatnak, hogy megnyerje a döntőt. A Pilisvörösvár számára a legjobb forgatókönyv pillanatilag a hetes párbaj. És a Miklósnál a labda. Márton, Kovács Balázs, Horváth tovább, felteszi Kínaira! Nincs benn! Hogy pattad fölé, te jó ég! Asztalos Dávid! Így pedig következhetett az orosz rulett, azaz a 7 méteres párbaj. Az első 4 körben mindenki betalált, az 5. párban azonban a vörösvári játékos hibája után Horváth Csaba gólja pontot tett a küzdelem végére, így végül az SKSK vívta ki az MB2-es indulás jogát. Na nézzük, Regigi vele szemben, Horváth, jaj, milyen gól! Hibátlanul lövik a Szigetszent Miklósiak, és ők nyerik a férfi döntőt a Pest vármegyei bajnokságban, az első osztályban. Ez egy örömjáték volt, tehát mi úgy készültünk, hogy a döntő és onnantól kezdve már úgyis mindenki játszik és kiadja magából azt, ami benne van. És ez volt a harmadik olyan mérkőzés, amit büntetőkkel nyertünk meg, tehát mondhatjuk azt, hogy mi büntető specialisták vagyunk. Alapvetően elégedett vagyok a csapattal, szerintem jól játszottunk, az egész szezonban volt egy fix teljesítményünk, nagyon megszerettük volna nyerni ezt a bajnokságot, most csalódott vagyok, megyünk előre tovább. Ezek a döntők mindig nagyon sajátosak, tehát sokszor borul a papírforma, sokszor azt gondoljuk, hogy na, ez biztos szoros lesz, akkor az lehet, hogy nem. Amit azt mondjuk, hogy az egyértelmű lesz, az szorossá válik. Tehát azt mondom, hogy ennek a rendezvénynek a varázsa, mert azt gondolom varázsa van, nagyon sok csapatot dopingol, vagy nagyon sok csapatot egy picit visszafog. Tehát ezt az atmoszférát azért el kell tudni viselni.
és mivel amatőr sportolókról beszélünk, azért mindenkire ez másképpen hat. Úgyhogy nem tudunk soha papírformát mondani, ezért hál' Istennek. Tényleg mindenki ennek a rendezvénynek a rangjához fel tudott nőni, nagyon komolyan veszi, és nagyon szívesen van itt. Ez volt tehát a 12. Final 24 Cegléden a Gály József sportcsarnokban, 2025-ben pedig jön a folytatás.